Höfner Guido építész gazdag munkásságát mutatta be az a tárlat, amelyet az építészek Öt-Pacsirta utcai házában közösen rendezett meg a Magyar és a Szlovák Építőművész Szövetség. A kiállítás kurátorai Maros Semáncsik és Hadik András voltak. Höfner Guido Kornél 1868-ban született Szepesvár alján, és mindkét ország építészet története számon tartja. A lőcsei reáliskola elvégzése után a műegyetemre került, és Budapesten is telepedett le, ám a svájci fogantatású tátrai építészete révén vált híressé. A kiállítás sorozat célja megismertetni a 150 éve született Guido Höfner személyét és építészetét a magyar és a szlovák közönséggel, bemutatva azokat a közös történelmi gyökereket, amelyek megalapozhatják a mai Szlovákia és Magyarország kulturális kapcsolatait. Höfner munkásságát a 19. század végének és a 20. század elejének kiemelkedő építészeti stílusa, a historizmus határozta meg. A historizmus legjelentősebb épületeit alkotta meg Szepesvár aljától Budapestig, összekötve a korabeli vidéki és a városi építészetet. Guido Höfner a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke volt, így külön hangsúlyt kap, hogy a kiállítást itt a Magyar Építőművészek házában rendezhettük meg. Höfner Guido a Magas Tátra korabeli hagyományaihoz igazodva Fachwerk szerkezeteket használt, melyek alapjául reneszánsz, német és francia minták szolgáltak, és amelyeket szecessziós ornamentikával gazdagított. A felvidéken egyértelmű, hogy a legnagyobb három Grand Hotelt építette, volt Tátrafüreden, Csorbatónál és Tátranomlicon a legreprezentatívabb szállodaépületeket ő tervezte. Minden szlovákiai építész számára kell, hogy ismert legyen ez a tény, és hát itt Budapesten természetesen, hogy polgári házakat épített, banképületet épített, takarékpénztárt, nem utolsó sorban a budai várnak is az építészeti megoldásaiban, a szökőkútjában, a kerengőjében az ő tollának a jegyeit találjuk meg. Ötödik alkalommal adták át a média építészeti díját a Ferencvárosi Trafó színpadán. A zsűriben a Kőkövön magazin is képviseltette magát. Az est díszvendége Műcsényi Mihály tájépítész egyetemi tanár volt, aki nemrég ünnepelte 90. születésnapját. A médiadíj pályáztatását és a nyilvános zsűrizést házigazdaként ezúttal is az építészfórum.hu szakportál gárdája szervezte, igencsak élénk érdeklődés mellett. A nyertes pályamű idén a megépült házak kategóriájában egy oktatási célú épület, a Bodrosi Attila és Cigány Tamás által tervezett győri építész műteremház, népszerű nevén a Black Box lett. Ez az új épület a Széchenyi Egyetemnek az építész műteremháza, amely azt a cél szolgálja, hogy a hallgatók 24 órában tudjanak benne dolgozni. Ez az épület az egyetemnek a építésekor, akkor még főiskola építésekor már megépített épület volt, egy kompresszorház, raktárként használta az egyetem. Aztán tulajdonképpen az az ötletünk támadt, hogy ebből lehetne egy átépítéssel egy szép épületet csinálni. Az egész egyetemre jellemző ez a nyersbeton, ez a súlyos, rusztikus nehézkesség. Azon gondolkoztunk, hogy tudjuk újra teremteni az épületet, és le kell hőszigetelnünk, akkor rögtön az a gondolatunk támadt, hogy ez egy fekete doboz lesz, amitől ugyan nem olyan rusztikus a felete, de ugyanolyan súlyos lesz, mint volt. Hogy a volt kompresszorház adottságait minél jobban kihasználjuk, nem szerettük volna belül felaprózni a teret, ezért egy építményt építettünk hozzá üvegtéglából, ebbe eszkednek el a vizes csoportok, a lépcső és a lift, és innét közelíthető meg szintenként az épület, így mindegyik, az összes szintje az épületnek önálló életet tud élni. Az egész épülethez egy kis udvar csatlakozik, ezt utólag építettük hozzá, ez egy zárt udvar, ami szintén több célú lesz, tehát egyrészt pihenés széljait szolgálja, másrészt kiállítások, rendezvények,
része tud lenni. Tulajdonképpen a földszinten a előadóterem, a kiállítóterem és az udvar egy teljesen egy térsorrá kapcsolható össze, tehát nagyobb rendezvényeket is le tudunk bonyolítani. A tervek kategóriájában Bodrosi Attila és Cigány Tamás növendékének, Németh Dávidnak a diplomamunkája, a Moson-Magyaróvári Futuromaktár bővítésének terve vitte el a pálmát. Az építészforum.hu olvasói egy Dubajba tervezett ikonszerű épület, a Dubai Magas Jel tervezői csapatát szavazták meg győztesnek, melynek tagjai Barca Gergely, Korintus Gábor, Kukucska Gergely és Wieser Balázs voltak. Az Index.hu-n lezajlott szavazás végeredménye pedig a budapesti egykori párizsi nagyáruház, majd divatcsarnok néven elhíresült épület teljes felújítását megálmodó tervezőnek, Tiba Jánosnak kedvezett. A főpolgármesteri hivatal 2009-ben is meghirdette nyilvános pályázatát a Budapest építészeti Nívódíja címekért. A Nívódíjra olyan megvalósult építészeti alkotások pályázhattak, amelyeket Budapest közigazgatási területén emeltek, illetve értéknövelő módon rehabilitált fővárosi épületek. A zsűri munkájában magazinunk is részt vállalt. Az idei pályázatra 24 pályamű érkezett, melyeknek az átlag színvonala magasabb volt a korábbi évekénél. A bíráló bizottság úgy döntött, hogy 3 pályázat nyeri el a Budapest építészeti Nívódíja 2009 címet, amely 1 millió forintos díjazással jár együtt. 4 további pályázat pedig dicséretben, illetve 500 000 forintos jutalomban részesült. Immáron 15. éve rendezzük meg Budapest építészeti Nívódíja pályázatát. Idén 24 pályázatot kaptunk. A különböző témakörökben, amit a pályázati kiírásban szerepelt, lakóépület, illetve szálláshelyépületek, kereskedelmi irodaépületek kategóriában. Minden évben külön figyelmet fordítunk a városrehabilitációs témakörre, tehát műemléki épületek, meglévő épületek felújítására. Bevezetésre került az innováció kategória, tehát azokat az építészeti alkotásokat, tájépítészeti alkotásokat várjuk, amelyek a városképben valami innovációt jelentenek. 2 napon át járja a zsűri a beadott pályázatok épületeit, és amit látunk, az nagyon színvonalas 21. századi építészetet jelent Budapest életében. Nagyon nagy öröm az, amikor 24 különböző épület érkezik be egy építészeti Nívódíjra. Visszatekintve a Nívódíjnak az elmúlt 2 évére, ez mind mennyiségben, mind pedig minőségben egy hatalmas nagy áttörés. Lehet azon vitatkozni, hogy miért esett be ennyi jó épület. Valaki azt mondja, hogy azért, mert válság van, és az építészeknek valóban kevesebb a munkájuk, és a kevesebb munkájuk okán jobban tudnak pályázni, jobban tudnak odafigyelni az ilyen díjaknak a dokumentálására. Ezek az épületek kicsikét felülreprezentálják azt az építészeti minőséget, amit nagy átlagban ma Magyarországon láthatunk. A válság az nagyon keményen érintette az építőipart, ezen túlmenően pedig lehet látni, hogy azok a nagy tervezett közösségi beruházások, ami közösségi beruházások lettek volna mondjuk a kormányzati negyed, lettek volna mondjuk a Városháza köré épített új Városháza projekt, ezek mind-mind bedőltek. Ezzel a furcsasággal együtt úgy tűnik, hogy a középmezőnyben remek minőségű és tényleg az elmúlt évekhez képest számában és megjelenésében is kiugróan jó alkotások futottak be az idén. Az én személyes kedvencem Kruppa Gábornak az újpalotai temploma, amit úgy érzem, hogy ebben a mezőnyben is egy nagyon erős darab. És személy szerint nagyon szeretem azt az építészeti frissességet, amit az Archikon képvisel. Budapest építészeti Nívódíját kapta az újpalotai római katolikus plébánia templom épülete, melynek tervezője Kruppa Gábor. A templom azért is egy különleges feladat, mert az ember elgondolkodhat egy kicsit jobban az időről, a térről, a saját koráról, amiben lakik, az anyagokról.
Nekem ez a templom azért is fontos volt, mert úgy érzem, hogy itt egy olyan helyen is létesült ez a templom, ahol különböző korszakok találkoznak. Találkozik ugye egyrészt az a tisztviselőtelep, amelynek a határán épül ez a templom, azzal a panelos lakóteleppel, ahol viszont az emberek zöme lakik Újpalotán. Elgondolkodhattunk olyanokról is, hogy milyen anyagokból építünk, milyen üzenetet hagyunk mi azoknak az embereknek, akik ezt az épületet akár 100 év múlva is megnézik. Ez az épület egyrészt reflektál azokra az építészeti hatásokra, amik a környezetében vannak, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy a mai kort is kifejezze a mai építészetnek az eszközrendszerét, formáit. Budapest építészeti nívódíját kapta a Dohány utcai Soho Hotel, melynek tervezője Marosi Miklós. Ez a foghíj beépítés a világörökségi védőzónába esik, a szálloda pedig a zsidó negyed arculatvesztésének válságos időszakában épült. A terv és a megvalósítás reményt keltő, noha a telek szélesség mindössze 9 méter, még a telek mélység 50 méter. A szomszéd eklektikus épület oldalfolyosós gangja mindössze 3 méterre van a telek határtól. Az építész nem mindennapi bravúrral két belső udvarra szervezte a Butik Hotel két függőleges szekcióját, amelyek csak a földszinten kapcsolódnak egymáshoz. A városkép illeszkedésen túl a funkcióban is dicséretes kísérletet láthatunk, túlméretezett szállodai architektúra helyett egy szinte családias modellt, amely példa lehet az egész negyed befektetői köre számára. Budapest építészeti nívódíját kapta a Kelenföldi Mérnök utcában megépített Számalk központ, melynek tervezője Dobagy János. A székház egyben oktatási épület is. A Gábor Dénes főiskola működik benne. Az épület telepítése egyszerű, tömegalakítása érthető és elfogadható. Következetesen megszerkesztett szigorú ház, amely büszkén vállalja önmagát. Az épület alaprajzi sémája egy ilyen klasszikus öttraktusos elrendezés. Észak felé kerültek a tantermek. A napsütés nem befolyásolja a számítógépes munkahelyeket, másrészt a hőterhelés sem akadályozza a munkát. A déli oldalon, ugye az öttraktusnak az ellenkező oldalán pedig az oktatáshoz szükséges kvázi tanszéki helyiségek, irodák helyezkednek el. Én igyekeztem ezt a házat ilyen nagyon feszes anyaghasználattal megoldani, tehát hogy kívül ugye, tartós anyagok vannak, üveg és fémek csak, a belsőben sincs nagyon sokféle anyag. A megrendelő kívánsága volt, hogy tégla burkolja az épületet, és erre az építész meglepő megoldást választott. Szabályos mintázata, a sötét alapon fehér foltok olyanok, mint valami ősi minta sajátos, mai megidézése. Markáns anyaga az átlátszó, csillogó üveg, például a mívesen kiszerkesztett lépcsők melvédeinél. Az épület összerakottságával, hibátlan szerkesztettségével és megvalósításával, innovatív építészeti és belső építészeti megoldásaival tűnik ki környezetéből. Elismerő oklevelet érdemelt ki három olyan épület is, amelyeknek a tervezője egyaránt Nagy Csaba építész. A mi irodánk az csapatban dolgozik, és sokféle egyéniség, sokféle ötlettel, és ezt próbáljuk meg egy kortárs költözbe öltöztetni. Az első házunk az a Richter uszoda, ez időben is a legrégebbi, ez egy 2005-ös terv, ami 2007-ben valósult meg. Egy formailag
egyszerű épület, ami szinte kristálytisztán mutatja be a funkcionális rendezettséget. Az uszoda rendkívül erős egyéni építészeti szándék eredménye. A fadoboz markáns 21. századiságot sugall. Az épület két tengelyre, a homlokzati síkokra helyezett nedves és száraz folyosókra szervezett. E két folyosó közé szorulnak szigetszerűen a gépészet és az öltözők, s a két folyosó oldódik aztán a medence térbe. A víz metaforaként jelentkező gyepfelület jelenti a ház egyetlen valós térbeli kontextusát. Személyes kedvencem Nagy Csaba és az Archikonnak az építészete. Nagyon-nagyon szeretem azt a ropogós, friss, alapvetően nyugati, osztrák hangulatokat idéző kortárs építészetet, amit ők képviselnek ma Magyarországon. A Richter dolgozói uszodája, vagy a Pannonia utcai tornaterem bővítés szerintem egy remek darabok. Az én számomra személyes kedvencemként mondjuk különösen a Pannonia utcai tornaterem az, amelyik egy nagyon-nagyon kortárs és szerintem egy izgalmas alternatíváját jelenti a városi viselkedésnek. Az iskolát eredetileg százesztendeje Sulek János tervezte és építette. A meglévő épületben ott megpróbáltuk stílushűen meg korhűen az épületet kiteljesíteni. Az új épület viszont nem egy egyszerű bővítés, hanem egy teljesen új karakterű, a funkciónak megfelelő megjelenésű épület. A felújítás során az ajtó és ablakcserék a régi osztásokat követik. A lépcsőházak kovácsolt vas korlátját eredeti állapotában őrizték meg. A Hegedűs Gyula utcai iskola udvar területén két szinten egyenként is versenyméretű tornatermet építettek, a felsőhöz kisebb tribünt is terveztek. A tetőn, illeszkedve az ökoiskolai programhoz, játszóudvart alakítottak ki. A külső használók faburkolatú rámpán közelíthetik meg az utcáról e szárny lépcsőházát. A külső nyílások korunk emblémáivá válhatnak. A harmadik épületünk az pedig egy nagy magas házak lakó épületek között megbúvó kis földszintes épület, ahol ezt a nagy kontrasztot, ezt a szabad formálással próbáltuk felépíteni. A Révész utcai rendelőt a 13. kerületben magas panelépületek fogják körbe. Az alaprajzi szervezés tiszta és világos. Jó a tagolás, megoldottak a funkcionális kapcsolatok. A zöldtető szép és érdekes rajzolatú, s ezzel a lakótelep egészének vizuális komfortját is javítja. Az épület homlokzat burkolata fautánzatú, dicsérendő a burkolat játékossága, bútorszerű melegsége, a burkolatosztás egysége. A rendelő épület a szűkebb és tágabb közösségnek is értéket teremtett. Elismerő oklevelet érdemelt ki a Graphisoft Park M épülete, melynek vezető tervezői Vikár András és Lukács István voltak. Ez az objektum az irodapark épületláncának utolsó eleme, záró épület tömege. A megrendelő cég rendkívül kötött alaprajzi elvárásai mellett olyan arányos épülettömeget illesztettek a villaszerű beépítés lezárásaképpen, amely mérete ellenére tagoltságával reflektál a környező épületek léptékére. A kisebb, osztott irodatereknek helyet adó, tagoltabb korábbi házakkal szemben az új épületben összefüggő nagy irodaterekre volt igény. A ház a területen uralkodó lépték szétrombolása nélkül valósítja ezt meg. A két fő egységet könnyed híd köti össze. Mindkét épület rész többszintes aulatérből indul, s a középső, közlekedő és kiszolgáló sávra szervezett irodaterekből áll. A ház egymás mellett álló több kisebb tömeg együtteseként jelenik meg, melyek a középső gerincre vannak felfűzve. Az irodaterek tömegei a telekhatár parkolók felé egy síkban, míg az udvar, azaz az elsődleges tér felé egymástól eltérő síkokban helyezkednek el, finom eszközzel tovább tagolva az épületet. A barnás szürke árnyalatú megjelenés a gázgyári tornyok közelségét is érzékelteti. Az egymás mellé sorolt téglakubusokat az épület közvetlen környezetét adó zöld és vízfelületek oldják. A ház az ipari építészet és az iroda építészet határán egyensúlyoz, méltó lezárása az irodaparknak.
kiosztották az idei Prima Primissima díjakat. Az építőművészet kategóriában 2009-ben az 50 ezer euróval járó kincsemlovas szobrot Skardelli Györgynek ítélték oda, míg a Prímákat, Jankovics Tibort és Zalavári Lajost 10 ezer euróval jutalmazták. Skardelli György számára kétségkívül a nagy budapesti kavics, a Papp László sportaréna hozta meg a nemzetközi hírnevet, ám az ő nevéhez fűződik az észak-koreai és a nigériai magyar nagykövetség, a pécsi Gandhi Alapítványi Gimnázium, a Soproni Innovációs Központ, valamint a pannonhalmi főapátsági fogadóépület megálmodása is. Az építészet szerintem az a sajátos művészeti ág, ami az összes többi művészeti ággal szemben úgy gondolom, hogy a legközösségibb művészet, mégpedig azért, mert az épületek mindennapjainknak a részei, és akár pozitív, akár negatív értelemben, de hatással vannak ránk. Az építész habitusától függ, hogy mennyire szertelen, sokkal nagyobb hangsúlyt fordít a részletek kimunkálására, vagy pedig egy nagyon erős alapgondolatot a lehető legegyszerűbb eszközökkel próbál a leghatásosabban, minél inkább az alapgondolat nagyszerűségére a figyelmet fordítani, kifejezni és visszaadni. Idén is a Hub galériában adták át a Molnár Péter emlékdíjakat. A díjazottaknak Borsai Attilának és Csontos Györgyinek, a neves építész özvegye, Baló Borbála és Mónus János nyújtotta át az elismeréseket. Borsai Attila a Balaton Lellei Jachtklubért és Apartman Együttesért érdemelte ki a díjat. Azt gondolom, hogy ez a díj egy csapat munkájának az elismerése, és azt jelenti, hogy jó úton járunk. Csontos Györgyi építészet kritikai munkásságának elismeréseként, valamint építészfilmes szerkesztői tevékenységéért részesült a Molnár Péter díjban. Az írásművekben megpróbáltam ugyanezt a technikát, ugyanezt a játékot eljátszani, mint a tervezési munkáim során. Az én fogalmaim szerint egy szövegnek ugyanúgy lehet szerkezete, ritmusa, arányai, mint mondjuk egy szép homlokzatnak, vagy egy jól szerkesztett alaprajznak. Amikor elkezdtük a filmes munkáinkat csinálni, annak az volt az egyik oka, hogy úgy érzékeltük, hogy a médiában aránytalanul kevés helyet kap az építészet, és az a fontos, hogy minél több szó essen az építészetről a televízióban, médiákban, hogy minél többen megértsék, hogy mi ez a nagyon rejtélyes és érdekes szellemi művészeti tevékenység, amit összefoglaló néven építészetnek nevezhetünk.